1996-ban alapítottam meg a Ranek Box Sportegyesületet, és rá egy évre kezdtem el dolgozni, tehát 1997-től. Hogy mi motivált? Az, hogy most megmutassam, mint ökölvívó edző is a szakmai tudásomat, és most már nem én, hanem a gyerekeim hozzák a dicsőséget és a győzelmet nekem és Magyarországnak. Az akkor kitűzött célokat sikerült-e elérni? Sikerült azért is, mert van egy Porszer Tamás nevezetű profi ökölvívó, aki nálam boxolt, és ő Európa bajnok. Van egy Görbics Gábor, ugye, aki 64 kilóban uralta Magyarországot. Jelenleg is van három válogatott versenyzőm, 60 kilóban a hölgyek között, van a Benkes Ára, aki magyar bajnoki bronzérmes, ő is válogatott. 64 kilóban ismét van egy válogatottam, a Görbics Gabin kívül, ő is ugye 64 kilóban volt, ez a Herceg Józsi. Ezen kívül van még a szupernehéz súlyú Kovács Racika, a plusz 91 kilós, ő is egy nagyon ügyes, és ő is válogatott. Idén Európa bajnokság van, világbajnokság van. Itt van nekem a Herceg Jocim. Ő valószínű, hogy az EB-re és a VB-re is ő fog kvalifikálni, tehát ő fog menni. És mellette a fő cél, ugye minden egyes válogatott ökölvívónak a fő versenye és a csúcsversenye, amin indulhat, az egy olimpia. Tehát itt van a Riói Olimpia 2016, és a Herceg Jocinak ott kell lenni 60 kilóba. El van rá, igen, és jobb kéz, visszatudom, hogy jobb kéz, és lépsz el jobbra. Nézzük meg, tedd össze! Ez nagyon jó ez a boxklub, nagyon sokat segített nekem, és nagyon sokat fejlődtem itt az utóbbi fél év alatt, és nagyon sokat köszönhetek neki. Nekem az ökölvívás már olyan, mint amikor reggel fel kell egy hétköznap ember és arcot mos, nekem ez annyira létszükségletű. Egy meccsre kimentem, amikor a fiúk boxoltak, és nagyon megtetszett. Nem akartam boxolni versenyszerűen, de az a köz, ahol boxolnak, az nagyon megtetszett. Junior magyar bajnok második vagyok, kétszeres felnőtt magyar bajnok harmadik, és a nemzetközi versenyeken is szereztem már érmet. Amit én tanultam ilyen szakemberektől, mint Pap László, Kajdi János, Orbán László, Botos Andris, Badari Tibi. Tehát az én mestereim a legjobbak voltak. És én büszkén is bátran elmerem mondani, hogy én a legjobbaktól tanultam. És én a legjobbakat adom át a tanítványaimnak. És én a legjobbakat várom el tőlük, hosszú távon is. Igen, nyugodtan, légy, nem tudom. Vagy, még egyet.